Bent a gépjárműn egy darab sérült található, aki gerincsérült. Kerékpárost gázolt el a busz, a szimulációban a biciklis gyors és szakszerű ellátása, a buszon egy gerincsérült mentése volt a feladata a tűzoltó csapatnak. Négyen kell megfogni szemét. Úrítjuk, itt nyúlják, így a kezedet. Menteni innen kellett, tüzet oltani pedig itt ebben a pincében, de feladat volt magasban szerelés, rutinpályán vezetés és a legújabb megmérettetés ez a ketrec volt, ahol felszerelésben időre kellett átjutni a cellákon. A változatos és átfogó ügyességi feladatokban a legjobb csapatok időeredményeit és egyéni teljesítményeit is mérték. A mentési feladatoknál a gyorsaság fontos éres szituációkban sok múlik az időn. A katasztrófavédelem szakembereinek nyáron a tüzek és közúti balesetek mellett a szélsőséges időjárás is bőven ad munkát. Nyári időszakban leggyakrabban a viharkárok jelentenek ugye jelentős mennyiségű munkát, akár itt Nyíregyházán, de megy a más tájon is, ugye rengeteg csapadék hullott, vízeltávolítási feladatok egyszerre, nagyon sok helyszínen, nagyon nagy mennyiségben, ilyenkor az erőinket koncentrálni, vagy éppen megosztani kell, aztán ott vannak a fakidőlések, fajeltávolítások, és különböző akár tetőszerkezet problémák, kémény ledőlések, ezek jelentették az elmúlt időszak leggyakoribb beavatkozásait. Négy hivatásos, a Nyíregyházin kívül a Nyírbátori, a Mátészalkai és a megyei katasztrófavédelem csapata 6-6 fővel összesen 30-an vettek részt a versenyen, amely egy selejtező, mert idén Veszprém megyébe utazhatnak a győztesek a 14. országos megmérettetésre.